Köszöntöm Önöket a budai domboktól, Gülbaba türbéjétől, hogyha egy picit eltávolodunk a türbétől, akkor is számos érdekességet látunk itt ezen a területen, ugyanis mögöttem található ez a Girbe-Gurba utcácska, melyet Gülbaba utcának neveznek. 1915-ben nevezték el a szúfi dervisről, azonban a terület ezt megelőző története is borzasztóan érdekes. Ugyanis már a legkorábbi időtől kezdve egy fontos útvonal mentén feküdt. Itt a Duna mentén található az egykori római hadiút, melyet az oszmánok is egyébként használtak Buda és Belgrád között. Az itteni területek általában zöld, dimbes-dombos vidék volt, amelyen kertek és szőlőtőkéket találhattunk. Az oszmánok lőpormalom városrésznek nevezték, ugyanis az itt feltörő hévizek táplálta tavakban lőpormalmokat hajtottak. Aztán Buda visszavételét követően pedig országútnak nevezték ezt a területet, ugyanis itt haladt át az országút, vagy pedig Kávária Domnak, Kávárienbergnek. A következő szakasz pedig Niedermeyer Ferenc nevéhez fűződik, az ő idejében történt meg a terület parcellázása, éppen ezért ezt az utcát is Niedermeyer Gassénak nevezték egészen 1915-ig. Ha a török barátainkat megkérdeznénk, hogy milyen hangulatot áraszt ez az utca, akkor ők azt mondanák, hogy Arnavut Kaldöröm, vagyis albán hangulatú. Számunkra viszont egyértelműen török hangulatot sugároz, a kiálló zárterkélyek, a sokszínű házak, illetve ez a nagyon szép emelkedő az utca vonalában. 1910-es években a környéken számos területet az oszmánokról neveztek el. Például Pasarét, Törökvész, Törökugrató, és hát 1915-ben ezt a Niedermeyer Gassét is Gülbabáról nevezték el. Az utcát pedig művészek is borzasztóan kedvelték, például vendégeskedett itt Radnóti Miklós vagy Gyarmati Fanni, de az utca végén, abban a sárgaházban élt Ránki György, Kossuth-díjas zeneszerző.